Üdvözlünk a Vacsmozsó Magyarország csatornáján, ahol ma az Unibet támogatásával a 10 legrosszabb DreamWorks filmet hoztuk el nektek. Lesznek benne polgárpukkasztó és véres kommentcsatákat indukáló helyezettek is, szóval előre szólunk, hogy szerintünk nem mindegyikük rossz, csak szimplán gyengébbek picit a stúdió többi klasszikusánál. Stop acting like a baby! You're a baby! Tizedik, Mézengúz. És meg is érkeztünk az egyik ilyen helyezettünkhöz. Az tény, hogy Jerry Seinfeld karrierjének a csúcsa a róla elnevezett sitcom a Seinfeld volt. És itt van nekünk az egyik legbizarrabb szerepe, a 2007-es Mézengúz. Is that a bee joke? Yeah, that's the kind of stuff that we do. Habár a látványvilága és az animációja zseniális, és az eredeti szinkronszínészi gárda is top tier, cserébe a történet enyhén szólva is furcsa. Kicsit identitás zavaros, mert nem tudja, hogy most egy romkom akarna lenni, vagy kalandozós, vagy éppen egy bírósági dráma, így megpróbált egyszerre az összes lenni. Több-kevesebb sikerrel. Egyébként itthon rengetegen imádják, és ez érthető is, viszont külföldön picit a radar alá került. Manapság viszont újra felkapta a meme kultúra a bődületesen szürreális és abszurd jelenetei miatt. No wonder we're not supposed to talk to them, they're out of their minds. 9. Trollok a világ körül. Az első Trollok filmnek sikerült az ikonikus babákból egy nagyon aranyos, csillogós zenés kalandot varázsolnia, de sokak szerint picit gicses és mézesmázos volt. Felmerülhetett a kérdés, hogy vajon a folytatás is kiverheti-e ugyanúgy a magas C-t? Erős kérdés, de az biztos, hogy az animáció szépségén csavartak még egy párat, és a sztori is okosabban lett felépítve. Azonban ti is tudjátok, hogy nem minden arany, ami fénylik. Hiába voltak benne jó ötletek és okos megoldások, de egy csomó zicsert kihagytak a készítők, így a film egy picit sablonos és unalmas kaland musicallé vált. A film tök jól és a gyerekeknek is érthetően adta át, hogy előítéletesnek lenni rossz dolog, amiért meg kell dicsérni a készítőket, de ezt leszámítva az egész filmnek olyan vibe-ja van, mintha egy túlspilázott videóklip lenne. És semmi több. A world where everyone looks the same and sounds the same? That's not harmony! 8. Turbo. Hogy a fenébe lehet olyan filmet csinálni, ami egyszerre klisés és egyedi? Nyugi, nekünk sincs ötletünk, de a DreamWorksnél valahogy összehozták ezt ennél a filmnél. Are you a car? No! Then stop driving like one! A koncepció lényegében ilyen halálos iramban stílus annyi különbséggel, hogy itt bizony csigák vannak. A címadó Turbo belekeveredik egy gyorsulási versenybe, ahol némi nitrógázt magába szívva hihetetlen gyorsaságra tesz szert, és azonnal ki is lő, hogy bajnok legyen. Egyébként teljesen rendben van a mese, aranyos, színes és nagyon vicces, de picit olyan semmilyen a stúdió ikonikus filmjeihez képest, ami a jegypénztároknál is megmutatkozott. I'll be fine. You are delusional. Ettől függetlenül a Netflix rácuppant a témára, és készítettek belőle egy 52 részes sorozatot. 7. Baby úr. Ha kedveljük ezt a filmet, ha gyűlöljük, az fix, hogy bankot robbantottak vele. Azonban a kassza siker csak egy dolog, ha a kritikusoknál és a nézőknél csődöt mondtak vele. Who are you? Let's just say, I'm the boss. Jó, ez talán picit túlzás, de az tény, hogy a nem kifejezetten erős sztorit azzal próbálták meg felrázni, hogy egy babára ráagadtak egy vagány zakót, meg egy titkos ügynökös szerepet. Persze az elején úgy vagyunk vele, hogy úristen, ez nagyon cuki, de ennyi, ezen kívül túl sok minden nem történik. Az animáció teljesen rendben van, és a poénok sem rosszak itt ott, de ez sajnos beárnyékolja a nem túl erős történet. De hát ez van, pénzbeszél itt is a Baby úrral, meg kerestek annyit, hogy ráépítettek egy teljes franchise-t, beleértve 2 darab Netflixes sorozatot, na meg egy folytatást, de erre hamarosan visszatérünk. What? 6. Végre otthon! Ez a film Adam Rex itthon egyébként nem igazán ismert gyerekkönyvén alapul. Itt a tinédzser Tippet és a kiragadott űrlényt út követhetjük nyomon, akik beutazzák az egész univerzumot, hogy megtalálják Tip anyukáját. Ha, what if I could fix that? Az animáció és a karakterdizájn 5-öst érdemel, az érzelgős pillanatok is teljesen rendben vannak, az eredeti szinkronban pedig nagyon jó dinamikája van a Jim Parsons Rihanna duónak. Captain Smek has decided. Captain Smek is an idiot. On. A történet viszont már-már fájdalmasan kiszámítható, humort még nagyítóval sem találnánk benne, pedig ez a DreamWorks egyik védjegye. A stúdió egyébként sokszor minden korosztálynál betalál egy-egy filmjével, ez viszont csak a gyerekeknek készült. 5. És ennek is van egy Netflixes sorozata, ami már olyan, mintha követelmény lenne a DreamWorksnél.
5. Szilaj, zabolátlanok. Az eredeti Szilaj a Vadvölgy paripája egy örök klasszikus, aminek hatalmas rajongótábora van itthon. A gyönyörű animáció és a földhöz ragadt, kevés dialógussal megáldott zseniális történet mellett a magyar dalok is örökzöldek. Arra azonban kevesen fogadtak volna, hogy később egy rendes Netflixes sorozatot kap a film, arra meg pláne nem, hogy egy folytatást is. Habár nem rossz a CGI a zabolátlanokban, de sajnos közel sem hozza az eredeti bájos jellegzetességét, a karakterek elképesztően ötlettelenek, a sztori enyhén klisés, és az egész olyan, mint a többi ezer meg egy lány és a pacia történet. Habár a lóimádóknak valószínűleg ez is bejöhetett, viszont az eredeti mese rajongói nagy eséllyel egyetértenek velünk abban, hogy semmi értelme nem volt így, ilyen formában újra előszedni ezt a klasszikust. Well, Spirit. I guess it's time for me to go. 4. Bébi úr, családi ügy. Emlékeztek, hogy picit lehúztuk az eredeti Bébi urat? Na, nem tudjuk, hogy hogyan, de a folytatása még attól is rosszabb lett. A film jóval az eredeti után játszódik, amiben a már felnőtt testvér duó újra összeáll még egy újabb főnök babával, hogy megmentsék a gyerekkort. Az eredetihez képest javult a társadalmi szatíra, meg a poénok területén is, ráadásul már egy szívmelengető üzenete is van, viszont ezt leszámítva kb. Matt ugyanaz, mint az első. Ha le akarjátok kötni a gyerek figyelmét valamivel, amíg nektek dolgotok van, akkor arra tökéletes választás, de amúgy inkább nézzetek valami mást. Az eredetihez képest ezt még jobban lehúzták a kritikusok és a nézők is, pedig az első is kapott hideget-meleget. És ha ez nem lenne elég, akkor kössétek fel a gatyát, mert állítólag 1-2 éven belül jön a harmadik rész is. Hát, repesünk az örömtől, de tényleg. I quit! What a bunch of diaper sniffers! 3. Szindbád, a héttenger legendája. Néha tuti, hogy ti is visszanézitek a DreamWorks-ös gyöngyszemeket, mint például az Egyiptom hercegét, és eszetekbe jut, hogy miért nem csinál többé hagyományos animációs filmeket a stúdió. Sajnos az utolsó ilyen próbálkozásuknak, a Szindbádnak erősen benne van ebben a keze. Nagyon-nagyon ambiciózus projekt volt, és a nyomás is az egekben volt. A film tele volt tűzdelve sztárokkal, mint például Brad Pittel és Michelle Pfeifferrel, valamint az is emelte a tétet, hogy megpróbálták ötvözni a CGI-t a hagyományos animációkkal. Bár manapság sokan egy alulértékelt gyöngyszemként tartják számon, azonban akkoriban a kritikusok eléggé lehúzták a nem túl izgi történetre és a gyenge befejezésre hivatkozva. Sajnos a jegypénztáraknál eldőlt Szindbád sorsa, majd a cég teljesen kukázta a hagyományos animációt a CGI kedvéért. Thank you! You're welcome! No problem! Don't worry about it! I won't! Good! Goodbye! Bye to you! 3. Shrek. Tudjuk, de ne üljetek meg minket a kommentekben, megmagyarázzuk. Az nem kérdés, hogy a Shrek franchise a DreamWorks fejős tehene, de hát nem lehet őket hibáztatni ezért. Az első film tényleg elmondhatatlanul király volt, tele poénokkal, érzelmekkel és egy érdekesen felforgatott tündérmesés alappal. A második követte az elődje útját, viszont a harmadiknál valahogy elfogyott a varázslat. Persze, ebben is van csomó popkulturális utalás, és a szereplőgárda változatlanul mennyei, de a poénok picit erőltetetnek érződnek, az izgalom sem a régi, és hiányzik belőle a szív meg a lélek, ami az első kettőt annyira csodássá varázsolta. A negyedik rész sokan javulásnak tartották, de hát itt már megvolt a baj, és ez az ikonikus sorozat is beleesett a franchise-átokba, ami most viszont szerencsére megtörni látszik a csizmás kanduros spin-offokkal. He's not exactly king material. Mindjárt a végére érünk, viszont ha még nem tetted, ne felejts el feliratkozni, hiszen minden nap kerül ki új videó a csatornára, majd nyomd meg a kis harangombat is, hogy elsőként értesülj legújabb tartalmainkról. 1. Cápa mese. Van olyan tervetek így karácsonyra, hogy a kicsiknek beraktok egy maffia-szerű animációs tengeri filmet, amiből egy kukkot sem fognak érteni? Na, akkor a Cápa mese, a ti filmetek. Huh? What's so funny? Ow! You got nothing! Nothing! Az eredeti szinkronban olyan sztárok szerepeltek, mint Angelina Jolie, Will Smith, Jack Black vagy éppen Robert De Niro. De még ez sem tudta kompenzálni az agyva történetét a filmnek, ami képtelen volt eldönteni, hogy ezt most kinek is szánják. A film tele volt popkulturális utalásokkal, humorral és kifejezetten ízléstelen olasz-amerikai sztereotípiákkal. Meglepő módon ez a furcsa kis halacska nagyot durrantott a jegypénztáraknál, de a kritikusoknál már rettenetesen elhasalt. Ez az eset is bizonyítja azt, hogy hiába robbant bankot egy film, attól még lehet, hogy kalapszar lesz az egész. Don't get me wrong, you're cute.
You're a nobody. Szerintetek melyik filmet kellett volna kihagynunk, és vagy bevennünk a listába? Írjátok meg nekünk kommentben, nézzétek meg korábbi tartalmainkat is, és ha már itt vagytok, iratkozzatok fel a csatornára!